A távmunkái a jövő. Az AXA Bank Belgium alkalmazottai számára úttörőként a válasz már egyértelmű. Szeptember 1-től a szakszervezettel kötött megállapodás részeként eldönthetik, hogy otthon vagy az irodában dolgoznak. A járvány végéhez közeledve az európai szervezetek visszatérnek a munka tervezéséhez. Lehetséges, hogy egy héten valaki 5 napot otthonról dolgozik egy projekten, majd a következő héten 3 napra eljön az irodába, hogy találkozzon a kollégákkal, és bemutassa, amit elkészített. A munka során elkerüljük majd a szélsőséges helyzeteket, soha nem lesz olyan kolléga, aki soha nem jelenik meg a munkahelyén. Úgy tűnik, a távmunka előtt álló akadályok mérséklődnek. A munkavállalók 66%-a úgy gondolja, hogy a munkaadóknak rugalmasabb munkavégzést kell lehetővé tenniük a jövőben. Az ezt támogatók átlagosan heti 2,5 nap otthoni munkát szeretnének megvalósítani. A belga és a francia munkavállalók a vonakodóbbak, ők átlagosan 1,9 otthon tölthető napot kérnek. Az európai politika szempontjából, szakértők szerint, ezek a tendenciák azt mutatják, hogy itt az ideje, hogy megteremtsük a feltételeket a hibrid munkamodellek számára az egységes piacon, elkerülve a káoszt. Az új távmunkarendszer kockázatokkal jár mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára. Jelenleg egy európai távmunka keret megállapodásunk van, amely 2002-ből származik. A technológiai fejlődés 20 éve és a közben lezajlott világjárvány után úgy gondolom, hogy itt az idő ennek a frissítésére. A kockázatok között szerepel a kiégés, a társadalmi kohézió hiánya és az úgynevezett elszakadás. És egy megoldandó szűk keresztmetszet a működési költségek, az internet, az áram, az irodai anyagok megosztása. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament véglegesítik saját távmunkapolitikájukat, ezek őszre heves vitákat ígérnek.